Versenyeken az egyik fontos tényező általában az idő. Nem mindegyik szakákban, de az IPSC-ben egészen biztosan az egyik fő tényező az idő. Tehát minden egyes másodpercért, tized másodpercért, század másodpercért megdolgozunk, és próbáljuk a lehető leggyorsabban végrehajtani a feladatokat. Az idő tényező leküzdése éppen ezért az egyik legfontosabb feladatunk, hogy amikor a pályán megkezdjük a feladatot, akkor a lehető leggyorsabban tudjunk végrehajtani dolgokat. Általában ezeket egyébként rész feladatokra bontjuk. Ilyen például az elindulás. És az elindulásnak is van egy olyan fajtája, ahol a fegyver nem az övön van, hanem egy asztalon, vagy egy hordon, vagy bármi olyan tárgyon, amelyik a gravitációnak ellen tart. Tehát a képlet nagyon egyszerű. Van egy fegyverünk, egy pisztolyunk, egy asztalon. Íme. Ezt a pisztolyt föl kell vennünk induláshoz, hogy tudjunk aztán a pályán mozogni vele. Ennek az egyszerű műveletnek, hogy a fegyvert kézbe vegyük, nagyon gyorsnak kell lennie. És akkor itt most mutatnék egy trükköt, ami meggyorsítja ezt az egészet. Nem veszélytelen, több év gyakorlással tudtam csak elsajátítani, és mindenki nagyon figyeljen, mert maximum csak kétszer fogom megmutatni. Először is kapcsolatot kell teremteni a fegyverrel. Fejben próbáld megszólítani. Ó, kedves pisztoly! Ne haragudj, hozzád fogok érni ott, ahol senki nem érintett még meg, de csak azért teszem, hogy használni tudjalak a pályán. Ezzel egy kicsit bizalmasabb hangulatba kerültünk fegyverrel, és már jöhet is a végrehajtás. Nagyon fontos, koncentrálni kell, nem szabad vele szemkontaktust kialakítani, tehát az ember áll, vár, koncentrál, esetleg kinyújtja a kezét, fölé teszi, és hopp, meg is történik. Ha nagyon-nagyon koncentrálunk, megtörténik, hogy föl tudtuk tenni nagyon-nagyon gyorsan. Innentől kezdve mehetünk a pályára, és végrehajthatjuk a feladat többi részét. Megmutatom még egyszer annak, aki nem látta. Tehát a fegyver az asztalon van, koncentrálunk be nagyon, nem nézünk rá, nehogy megijedjen, csak fölé tesszük a kezünket, és hopp, meg is történik.